díjátadással kezdődött el a 17. Ózdi Napok program sorozata. A trianoni békediktátum aláírásának 95. évfordulójára emlékezett a város. A hagyomány és a modernizáció jegyében telt el az ipari örökségvédelmi konferencia. Ózd várossá válását mutatja be egy különleges kiállítás. Ismét filmvetítés volt a Kumbélában. Balázs Fecó és az Ocsó Macsó is zenélt az ifjúsági parkban. Ózdi sikerekkel zárult a küzdősport gála. Újra együtt ünnepelt a város a 17. Ózdi napokon. A három nap alatt a számtalan kulturális program és a felhőtlen kikapcsolódás mellett a közösségépítés volt a cél. A város ünnepén Ózd múltja, jelene és jövője is középpontba került, de a hagyományőrzés, a tiszteletadás és egy régi új kezdeményezés is része volt a rendezvénysorozatnak. A következő fél órában a 17. Ózdi napok eseményeit vesszük sorra. Az ünnepi képviselőtestületi üléssel hivatalosan is megkezdődött a 17. Ózdi Napok program sorozata. A nyitó rendezvényen az újonnan megválasztott nem képviselőbizottsági tagok letették esküjüket. Négyen pedig az Ózdváros közszolgálatáért kitüntető címet és az ezzel járó emlékplakettet is átvehették. Az Ózdi Katonai és Lovas Hagyományőrzők Egyesületének felvezetésével vonultak be városunk vezetői az olvasó Adorján Lajos termébe. A himnusz után Váradi Margaréta szavalata nyitotta meg a képviselőtestületi ülést, majd a május 28-án megválasztott új bizottsági tagok tették le esküjüket. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Fidrus Péter rövid köszöntőjét követően Janicsak Dávid mondott ünnepi beszédet. Városunk polgármestere a valahova tartozás érzését, fontosságát taglalta. Úgy fogalmazott, Ózd nem csak egy város, Ózd közösség is, amelyhez mint gyökérhez a fa, mindannyian kötődünk. Ebből fakadóan viszont felelősségünk és kötelességünk is van a várossal szemben. Több mint fél évvel ezelőtt láttunk már munkához. Az első lépcsőfokra léptünk. Valamennyien, akik bizalmat kaptunk Ózd város lakóitól. Ez bizony nagy felelősséget ró mindannyiunkra. Bizalmat kaptunk, ami nagy erőt ad nekünk. Úgy kell tenni a dolgunkat, ahogy azt joggal elvárják tőlünk. A lépcsősor nagyon magas, hiszen rengeteg a teendő. Vannak szép álmaink és hozzá természetesen terveink, melyek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy megvalósítsuk ezeket az álmokat. A legfontosabbat és egyben a legalapvetőbbet így fogalmazhatom meg. Mindenütt jó, de a legjobb legyen itthon, Ózdon. Az ünnepi ülésen négyen vehették át az Ózdváros közszolgálatáért kitüntető díjat. A képviselőtestület az idén Baranyák Béla címzetes esperesnek, Mixtai Pál nyugalmazott pedagógusnak, Nagymarci István nyugalmazott mérnöknek, az Ózdi Teknőc Futóklub alapító tagjának és Pál Tibor mentőtisztnek ítélte oda az elismerést. A díjazottak nevében az Ózdi civil kerekasztal elnöke szólt az egybegyűltekhez. Ha most megkérdezném, hányan kaptak ma kitüntetést, sokan, sőt talán mindnyájan, gondolkodás nélkül rávágnák, hogy négyen. Mindannyian tévednének. Igaz, csak négy embert szólítottak, csak négyünk fáradhatott ki a pódiumra polgármester úrhoz. A mi munkánk nem köztéri alkotások, festmények, zeneszámok, találmányok, értekezések írásának készítéséből áll. A mi munkánk más, teljesen más. A mi feladatunk, hogy emberek, közösségek és közszolgálatában végezzük feladatunkat. Nem végezhető csendes magányba, másoktól elvontan, egyedül, csak is közösségben. Mi csak önökkel, a tévé előtt ülő nézőkkel, a kitüntetésről csak később értesültekkel dolgozhattunk,
és dolgozhatunk a jövőbe is tovább, lehetőleg eredményesen. A magyarság ezer éves történelmének leggyászosabb napjára emlékezett a város, június 4-én 16 óra 32 perckor. Az 1920-ban ezen a napon aláírt békediktátum szétdarabolta a Kárpát-medencét, megszüntette a Nagy Magyarországot. A Párizs környéki békekötések hatása ma is érződik hazánkban. Janicsak Dávid polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a mi feladatunk megőrizni és éltetni azt a tudást, hogy a Kárpát-medence örökre egy. 16 óra 32 perckor kezdődött a városi megemlékezés, abban a pillanatban, amikor 95 évvel ezelőtt a Versailles kastélyban megpecsételődött Magyarország sorsa. Az első világháborút lezáró Párizs környéki béke magyar családokat szakított ketté. Hazánk elveszítette nem csak területének kétharmadát, magyarok millióit, hanem Kárpát-medencei egységét is. Janicsak Dávid polgármester beszédében kiemelte, a hazának nem a nagyság vagy gazdagság az ismertetője, hanem az, hogy a miénk. A mi felelősségünk is az, hogy mind mi pedig gyermekeink és utódaink rendelkezzenek azzal a biztos maggal, azzal a biztos kiinduló ponttal, hogy ők egy ezer éves történelmi Magyarország részesei, ha már területileg jelenleg nem is, elvekben, szívünkben és összetartozásunkban a Kárpát-medence örökre egy, és egy is fog maradni. A trianoni megemlékezésen Ózd felvidéki barátai, testvértelepülésének lakói is részt vettek. A határon túli Kerecsen Motoros Egyesület vezetője Tóth Zoltán megemlékezésében az összetartozásra hívta fel a figyelmet. Simony község református lelkésze Gál László pedig az örök emlékezetről, a nemzeti tudatról beszélt. Valahol aláírtak valamit. Valahol megalkuttak valamit. Valahol elosztottak valamit. Valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre. Ahova a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk, a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába. Onnan dobtak le minket. Az ünnepi megemlékezés a rimaszombati csillagvirág zenés műsorával folytatódott. Édes anyám, virágos a támadtam, napra trianoni gyásznap ezután a gyári temetőben folytatódott, ahol a kopjafánál a város vezetése, a rimaszombati testvérvárosunk vezetői, a motoros egyesületek képviselői és az ózdi jobbik ifjúsági tagozata elhelyezték az emlékezés virágait. A Manda projekt nem csak egy kulturális munkahely, hanem üzenet a jövőnek, mondta Rizs Gábor a hagyományos örökségvédelmi konferencián. Az országgyűlési képviselő a 17. Ózdi Napok programjainak keretében beszélt a város múltjáról és jövőjéről. A rendezvények sorában megkoszorúzták Rombauer Tivadar emléktábláját, és életműve előtt is tisztelegtek.
A város életét évtizedekig meghatározó fújással kezdődött el a megemlékezés. Az ózdi vasgyár meghatározó szerepet töltött be a magyar vaskohászatban, alapítása Rombauer Tivadar nevéhez fűződik. Építése 1846-ban indult a Kohó mérnök vezetésével. Amikor 1845-ben a Gömöri Vasművelő Egyesület megalakulásával a felvidéki Rímai Koalíció és Murányi Unió vasipari üzemeinek, bányáinak és földbirtokainak tulajdonosai elhatározták a jelentéktelen kis falunak számító Ózdon egy vasgyár létrehozását, gyökeres változás és fejlődés indult el a település életében. A létesítés alapját a környék gazdag szénlelőhelyei és erdőségei, a vasércbányák, valamint folyóvizek viszonylagos közelsége jelentették. A vasmű Ózra telepítését Rombauer Tivadar a Selmezbányai Akadémián kitűnő eredménnyel végzett, tetrekész kohó- és bányamérnök szorgalmazta legjobban. Elképzeléseiről meggyőzte a vezetőséget, támogatókat szerzett, így őt tekinthetjük az ózdi gyár alapítójának. A hagyományokhoz hűen idén is megkoszorúzták Rombauer Tivadar emléktábláját. A polgármester után a helyi civil szervezetek képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait a gyár alapító plakettjénél. Ezt követően az ózdi muzeális gyűjteményhez vonultak az ünneplők, ahol Farkas Péter Barnabás, az intézmény vezetője mutatta be pár mondatban az ott zajló felújítási munkákat. Az ózdi napok programjai az Olvasóban folytatódtak, a 7. Ipari Örökségvédelmi Konferenciával, ahol Rizs Gábor a hagyomány és a modernizáció fontosságáról beszélt. Az országgyűlési képviselő szerint a Manda projekt azért is kiemelkedő beruházás, mert az nem csak egy kulturális munkahely lesz, hanem olyan üzenet a jövőnek, amely rámutat, hogy szükség van a szakképzett munkaerőre Ózdon. Ózd vállalja a múltját. Vállalja azzal együtt, hogy van mit gondoznia. Van olyan örökségünk, amelyet a gyermekeinknek, unokáinknak meg kell ismernie. Vannak olyan létesítményeink, amelyeket fönn kell tartani. Ha talán más tartalommal, de az utókor számára megtekinthető, látogatott formában, hiszen ezek a létesítmények valamikor része voltak annak a gyárnak, amely több tízezer ember számára adott munkát. A kohászattörténeti, ipartörténeti konferencia nyilván visszatekintés is egyben, de a jövő talán homályos, talán tisztább látása mentén valósul meg. Mi itt Ózdon az elmúlt években egy úton elindultunk. A kormányzat úgy vélte, hogy egyrészt útnak kell Ózdra vezetnie, gyorsforgalmi útnak, amelyről döntés született. De az volt az első kérdés, vezet-e ez az út valahová? Vagy csak hirtelen vége van, és nincs semmi az út végén? Most már örömmel mondhatom, hogy lesz mi az út végén, ott álljon. Azok az ipari műemlék épületek, amelyek új tartalmat kapnak. A konferencia további részében Nyalka Antal, a Manda beruházás szakmai vezetője, az egykori fúvógépházból megépülő film- és élményparkot mutatta be. De szó esett a gyártörténeti emlékparkról és az erőmű épületében kialakítandó kulturális GPS-ről is. Az idei ózdi napokon az emlékezés mellett egy kiállítás is megnyílt. A Múlt, Jelen, Jövő című tárlat nem csak a kohászat és a gyár történetét, hanem az egész város kialakulását is bemutatta. A tablókat végignézve a látogató képet kaphatott Ózd ipar és kultúrtörténetéről és a város fejlesztésének elképzeléseiről is. Zúzzad az ércet, nemesítsd a fémet, kell ez a honnak, te derék kohász! A kohász himnusz elszavalásával kezdte el köszöntőjét Janicsak Dávid. A polgármester a Múlt, Jelen, Jövő című kiállítás megnyitóján felidézte saját gyárral kapcsolatos emlékeit. Azt mondta, halványan ugyan, de még emlékszik a gyári tudaszó Ózd életritmusát meghatározó hangjára. Szinte nincs is olyan család a városban, melynek legalább egy tagja ne dolgozott volna valamikor a gyárban.
Ezért is fájdalmasan nagy űrt hagyott maga mögött a nagy üzem bezárása. Hányan és hányan gondolnak azóta is nap mint nap a poros, zajos, olajos, tűzforró munkahelyre úgy, mint életük legszebb korszakára. Hányan és hányan emlékeznek még a műszakváltáskor hömpölygő embertömegre, a lüktető, élő városra. A rövid beszéd után a látogatók megtekinthették a kiállítást. A Városi Múzeum munkatársai által összeállított tablókon megelevenedett minden, ami Ózdot várossá tette. Azok az ipartörténeti, illetve kultúrtörténeti kuriózumok, amelyeknek az eredeti dokumentációjából a múzeum összeállította azokat a tablókat, amelyek a kiállításon megjelennek. Gyakorlatilag a Rima-Murány Vasmű RT alakulásától, a Rimai Koalíció alakulásától kezdve egészen a végnapokig mutatja be először a Rima, majd utána az OKÜ történetét, illetve azokat a kulturális, elsősorban építészeti és városrendező infrastruktúrális hatásokat, amelyek Ózdát azzá tették, ami. Emellett, mivel a kiállítás címe a múlt, jelen, jövő, azokat a látványterveket is bemutatja, illetve azokat a koncepcionális ötleteket, amelyek a közeljövőben valósulnak meg, illetve megvalósuló félben vannak. Itt azokat az épületeket és területeket érintik, amelyek szerves részét képezték, vagy közvetlenül kötődtek magához a nagyvállalathoz. Ugye közvetlen szomszédságunkban fognak majd elhelyezkedni azok a gyűjteményi, közgyűjteményi, illetve kulturális és innovációs intézmények, amelyekkel mi egymást erősítve fogunk majd üzemelni. Ezért egyszerűen lehetetlen is lett volna elképzelni, hogy ne kerüljenek bemutatásra azok a látványtervek. Továbbá az alapkoncepcióhoz is kapcsolódnak maga az épület okán, hiszen ugye ezek az ózdi kohászati üzemek részét képező gyáregységi fontos objektumok voltak, illetve az alapterületnek az egyik molinón való megjelentetése, amely az épület alaprajzát tartalmazza, ugye ezen látható három objektumnak is a felvázolása. A kiállítást néhány hónapig az Olvasóban tekinthetik meg az érdeklődők, aztán a tervek szerint különböző rendezvényeken is bemutatják a város múltját és jövőjét megjelenítő tablókat. Június 2007 után ismét filmvetítés volt a Civilházban. A Dino Kaland című családi animációs filmet közel 100-an nézték meg 3D-ben. A mozi szervezője egy nyíregyházi cég volt, aki a jövőben is premierfilmeket hozna Ózdra. A helyi lakosságnak van erre igénye. 2007 nyarán, vagyis mintegy 8 évvel ezelőtt volt utoljára szervezett filmvetítés a Civilházban. A 17. Ózdi napok programjaként azonban újra lehetett mozi jegyet váltani. A Dino Kaland amerikai dél-koreai családi animációs filmre számtalan gyermeket hoztak el szüleik. A fiatalok közül sokan most voltak először moziban, a felnőttek pedig leginkább annak örültek, hogy nem kellett 50-60 kilométert autózniuk az élményért. Én alapból pesti vagyok, tehát nem ózdi, hallottam, hogy volt itt mozi régebben is, és szerintem elég nagy igény van rá, hogy ne kelljen messzebbre menni Miskolcra vagy Egerbe miatt. A filmvetítést egy olyan nyíregyházi cég vezetője szervezte meg városunkban, amely 40 éve foglalkozik mozi üzemeltetésével. Eddig nagy bevásárlóközpontokban végezte tevékenységét, munkatársai 2013-tól járnak el olyan városokba, ahol nem működnek plázák. A 3D-s vetítésnél aktív szemüveget használnak, amely 20-30%-kal magasabb 3D-s élményt nyújt a film nézőjének. Mi szeretnénk, hogyha rendszeres lenne. Most jelenleg olyan rendszeressége fogunk jönni, hogy két hetente, mindig premier filmekkel, tehát ugyanabban az időpontban játsszuk a filmeket, mint bármelyik pláza, és utána meglátjuk, hogyha van lakossági igény, akkor ebből lehet heti rendszeresség, és természetesen a lakosság dönti el. Az animációs filmet első alkalommal mintegy 100-an nézték meg. Szabadtéri zenés programmal zárult a 17. Ózdi Napok programsorozata. Az Ifjúsági Parkban Leblanc Győző és Tóth Éva operett műsora nyitotta a sort, majd Balázs Fecó énekelt el örökzöld slágereit. A kínálatból ezúttal sem maradt ki az Ómi Zenész Színházának fellépése, a város ünnepi rendezvénye pedig az Ocsó Macsó együttes másfél órás koncertjével zárult.
Verőfényes napsütésben várta a 17. ószinapok záróprogramján az érdeklődőket az ifjúsági park. A szabadtéri színpadot Tóth Éva és Löblan Győző vette birtokba elsőként. Pohár csenget, zene zenget, köröst körül tánc, kerengett a gyönyörű nóta szólt. Inkább állom itt valóság, a bír erdők piros rózsák, a jó kedvem szikrát szórt. Öljött még se tudanom, már tréfa volt a házasság, friska szanulmányba. A kora délutáni órákban Balázs Fecó adott koncertet, a legendás korál együttes egykori frontembere több évtized után lépett fel újra városunkban. Fáradt vagyunk, és te oly messze vagy, és már alig értek szavad. A szabadtéri produkciók mellett számtalan kiegészítő program közül válogathattak a parkba kilátogatók. A gyerekek rajzolhattak, színezhettek, a nagyobbak a könyvtári sarokban rejtvényt is fejthettek. 220 fel, észre sem veszel, és elhagyod a valóságot. 220 fel, átérzéket, maradt van a virágot. Na még egyszer! 220 fel, senki nincs fel. A 17. ószinapok programkínálatából az Ómi Zenész Színház társulata sem hiányozhatott. Az est sztárvendége, a Nagy Színpad 2015-ös tehetségmutató verseny győztese az Ocsó Macsó zenekar volt, akik másfél órás élő nagy koncertet adtak a város ünnepnapján. Az aranyat a sárból kézzel kiásod, ott állsz majd magadban, s körbe nézel, felem fogható, hogy józan észre. Minden megvan, ami már sárga, és egyedül fekszel az ágyban, és a montás valóra várna, kinek élni akar, találod magának. Azt gondolom, hogy a reggi zenére, gondolok, hogy Jamaikában délután 2-kor el szoktak indulni a nagy reggi fesztiválok. Azt én nyilván, hogyha egy fény becsomagolja a dalokat, akkor az sokkal jobban átlet adna a közönségnek. Meglátjuk, mi lesz. Egyelőre bízom az emberekben, meg jó itt a hely, a klíma, úgyhogy szerintem szép áll lesz. A zenekar a 12 év alatt azért már jó pár színpadon megfordult. Itt még nem jártunk nálatok, ez most a jelenlegi életünkben a legfontosabb állomás. A mi zenénkben nem csak a reggae elemek vannak, hanem a ska, meg punk elemek is, mert elég széles spektrumon mozgunk. A lényeg az, hogy az öreg cigány, hogy megmondta, a zene mértékegység, a jó hangulat, ez jut most eszembe. De én azt gondolom, hogy mindig a közönség döntés, nagyon-nagyon fontos inkább minden a stílus előtt, hogy élőbe szólaljon meg a zene, és ne valami félplébek vagy plébek dolog legyen belőle.
Ismét nagy sikert aratott a városi sportcsarnokban megrendezett küzdősportgála. A Spartan Kupa elnevezésű viadalon 25 összecsapás zajlott a ringben. K3 és MMA harcmodorban 8-as tornát rendeztek, amelyek csepeli és bősi sikert hoztak. A Superfight mérkőzéseken Berki Renátó, Beszercei Rajmund és Szolomájer László is győzelemmel örvendeztette meg a hazai publikumot. A gála elején az Ózdi Pitbull Team legfiatalabb versenyzői léptek a ringbe, akik bemutató jelleggel vívtak egymással mérkőzéseket. Az első igazán tétre menő viadal a K3-as és az MMA 8-as tornák összecsapásai voltak, ahol a győztes tovább jutott, a vesztes búcsúzott, míg nem mindkét harcmodorban kialakult a döntő párosítása. A közönség által leginkább várt mérkőzések éjfél után kezdődtek el. Az ózdi harcosok közül elsőként Berki Renátót buzdíthatták az érdeklődők, majd Besztercei Rajmund nézett farkaszemet aktuális ellenfelével. Az estét Szolomájer László zárta, aki ezúttal a WAKF világ és kétszeres magyar bajnok Szegedi Meszlényi Gyulával mérkőzött. Az 5x3 perces K1-es összecsapást egyhangú pontozással nyerte meg Sós Lajos tanítványa. Jó Istennek szeretnék köszönet mondani, hogy vége markában tartott, és nem sérültem meg komolyabban. Igazság szerint ez az öv nem csak az enyém, hanem minden egyes ózdi édesanyámi, édesapámi, barátnőmi, edzőmi, sóstosi, csapattársaimért, és minden kedves ózdi ez az öv valójában. Amint egy 6 órás gálán 25 összecsapás zajlott a ringben. A Pitbull Team harcosai minden összecsapáson a küzdeni tudás mellett nagy taktikai érettségről is számot adtak. Ki tudták kapcsolni a külvilágot, nem vitte el őket a hazai pálya nyújtotta plusz lendület, így Sós Lajos is elégedett volt a teljesítményükkel. Mi hál' Istennek megint jól jöttünk ki ebből az egész gálából, annak dacára, hogy ugye kétszer egy órára van lehetőségünk edzeni, és mégis ilyen jó eredményeket tudtunk elérni. Illetőleg voltak negatívum dolgok is azon tekintetben, hogy rengeteg olyan egyesület nem jött el, és itt a kicsiket sajnálom, mert a gyereknek a lelke az ilyenkor megtörik, mikor bizonyítani akar ózdon egy közönség előtt, és nem képesek eljönni, vagy éppen nem veszik fel a telefont, vagy inkább kikapcsolják, és ez egy picit így a kedvem szek, de összességében pedig teljesen elégedett vagyok. Én ezt vártam. Thank you.